ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy miért ne legyen kutyát, hogyha ezeket a feltételeket nem tudod teljesíteni, vagy csak szimplán nem akarod, de mégis arra gondoltál, hogy szeretnél kutyát, akkor én most elmondom a véleményemet ezzel kapcsolatban, remélem, hogy hasznos lesz számotokra, és ti is egyet vele, és ha ezen kívül még tudtok ilyen dolgokat, akkor írjátok maga kommenteknél, Na lássuk is, hogy még lennének ezek. te is csatornatag, és használd ki az ezzel járó előnyöket. Használd az egyedi jelvényeket és hangulatjeleket, amit senki más nem tud. Értesülj a legújabb fejleményekről és izgalmakról először. Nézd meg az esti videót már reggel. Ha te is szeretnél tag lenni, akkor a leírásban találod a csatlakozási linket. Ha pedig nincs lehetőséged tagnak lenni, akkor a videó megtekintésével, kommenteléssel, lájkolással, hozzászólással és a videó megosztásával tudod segíteni a csatornának a további fejlődését. Köszönjük! Az első az az volna, hogy ne legyen kutyát, akkor, hogyha nincsen elég időd rá. Azért, mert a kutyák nagyon sok időt igénybe vesznek, és jó pár pont, amit most majd fel fogok sorolni, közel ennek hozzá, és hogyha nem akarsz szomorú kutyát, vagy olyan kutyát, aki teljesen tönkretesz mindent a lakásodba, akkor szánjára elég időt, vagy inkább ne legyen kutyád, mert nagyon fontos az, hogy sokat tudjál velünk foglalkozni, mert ezen nagyon sok múlik, így szerintem az egyik legfontosabb pont az első lenne, azért is tettem ezt az első helyre, ezt jó gondoljátok át, -e, mielőtt lesz kutyátok. A második pont is nagyon fontos, ami az lenne, hogy ne legyen kutyád akkor, hogyha nem szeret sétálni menni, mert minden kutya szeret sétálni, tudom, szoktátok azt mondani, hogy vannak lusta kutyák, de hát ők is nagyon szeretnek sétálni, mindegyik kutya nagyon szeret, és képzeljétek el, most elmondok egy nagy igazságot, hogyha esetleg nem tudtátok, hogy aki udvaron lakik kutya, vagy ha van udvarod, akkor is el kell vinni sétálni, minden nap legalább kétszer, azért, mert nem elég, ha az udvaron van a kutya. A következő pont az úgy tűnhet, mintha nem életbe vágóan fontos lenne, hogy ne legyen kutyád akkor, hogyha nem szeret játszani, mert minden kutya nagyon szeret játszani, az idősek már lehet, hogy kevesebbet a fiatalabb kutyák többet, de akkor is, mi azért vagyunk, hogy jól érezzük magunkat és játszunk, és hogyha neked ezt nem fér bele, és csak kerti disznek szeretnél minket használni, akkor ne igazi kutyát vegyél, hanem valami kerámia kutyát vagy kerti törpét, mert a kutyákkal játszani kell, nem is keveset. Hogyha nem szeretsz tanítgatni kutyákat, akkor se legyen kutyád, mert nagyon fontos az, hogy okosak legyünk, és sok parancsot meg tudjunk tanulni, mert ez akár az életünkbe is kerülhet, hogyha például olyan helyen vagyunk, ahol felehetünk valamit, és hogyha nem tanítod meg azt, hogy nem szabad megenni mindenféle dolgot, akkor rossz is megehetünk. És az is nagyon fontos, hogy ismerjük az alapvető parancsokat is, hiszen nem akarunk buta kutyák lenni. Úgyhogy csak akkor legyen kutyád, hogyha megtanítasz minket dolgokra. Ez a következő pont szintén nagyon fontos, hogy ne legyen kutyád, hogyha nincs elég pénzed kaját venni nekünk, meg jutalomfalatokat. Jutalonfalat jutalomfalat is nagyon fontos, de a kaja főleg, mert hogyha rossz minőségű kaját adsz nekünk, akkor könnyen betegek lehetünk, és hogyha itt én most csak a tápra gondolok, de nagyon sok kutya maradékot is Sáros kenyeret kap, és hogyha csak ilyet tudnál adni nekünk, akkor inkább ne vegyél kutyát, mert ne is fogadja örökbe, mert nem akarunk száraz kenyeret enni, hanem konzerveket, és ez Az nem Az előző így. pontra azt mondtam, hogy ez nagyon fontos, de ez is épp olyan fontos, hogy akkor se legyen kutyát, hogyha nincs elég pénzed állatorvosra, mert előfordulhat, hogy betegek leszünk, de nem is kell ahhoz betegnek lenni, hogy rán kelljen költeni a fél vagyonodat, mert nyáron például kólancs cool elleni cseppeket kell adni, de akár kutyakozmetikába is el kell minket vinni, hogyha úgy alakul, és ilyen apróságok összegyűlhetnek, amik viszont nagyon sokba tudnak kerülni, de hogyha betegek leszünk, az meg rengeteg pénz, úgyhogy ezt tud. Ne legyen kutyád akkor, hogyha nem kezelsz minket éppen olyan családtagnak, mint a családodban az összes többi embert, mert mi is nagyon szeretünk oda bújni hozzátok, nagyon szeretjük, hogyha ajándékot kapunk például karácsonykor, meg hát ha csak kizártok minket az udvarra, ti pedig bent vagytok a meleg lakásba, akkor az nagyon rossz érzés nekünk, mert mi ugyanúgy ott szeretünk lenni, ahol ti emberek vagytok, nem bezárva a kert végébe, mert annak semmi értelme nincsen. Nagyon fontos ez. Nem ajánlok neked semmilyen kutyát, hogyha nem vagy elég türelmes ember, azért, mert amikor kicsik vagyunk, néha tönkre teszünk dolgokat, van, hogy bekakírunk vagy bepisilünk, és erről nem tehetünk, mert meg kell tanítani nekünk mindenféle dolgot, és hogyha nem foglalkozol velünk eleget, akkor szétrághatunk ezt-azt, és ilyenkor nem akarjuk, hogy nagyon mérges legyél, hanem szépen elmagyarázod, hogy mégis ezt miért nem szabad csinálni, és hidd el, hogy meg fogjuk érteni, és utána már nem fogjuk megcsinálni ugyanazt. Nem érdemes kutyát tartanod akkor sem, hogyha például esőben, vagy éjjel nem viszel ki minket pisíni, mert vannak helyzetek, amikor bizony Muszáj, hogy kimenjünk olyan időbe is, amikor nekünk se lenne semmi kedvünk hozzá, de hogyha neked kell kakélni, te is elmész a vécére, és nekünk a WC az nem bántson a lakásba, de hát oda is tudunk csinálni, csak annak általában nem szoktatok örülni, úgyhogy ki kell bírni az esőt, a rossz időt, a vihat, akármit, hogyha éppen akkor jön ránk a nagy dolog. Ez hasonló pont már volt, de ezt még egyszer külön kiemelem, hogyha zavar téged a lakásban a kutya, hogyha nem engedett fel például kanapéra vagy sehova, például én az ágyba is nagyon szeretek jönni, akkor ne tartsák kutyát, jó van az ágyban nem muszáj fölengedni, meg a hálószobába azt elviselem, viszont a lakásba azért illene beengedni, mert amikor nagyon hideg van, akkor nem szeretünk kint lenni. És mivel én például nagyon fagyos vagyok, el se tudnám képzelni, hogy milyen lenne kint aludni az elki ilyen. Fú, de rossz. Hát ez ennyi lett volna. Remélem, hogy tanulságos volt számotokra ez a videó. Én most próbáltam valami hasznosat is mondani és mutatni, hogyha már mindig vicceset szoktam feltölteni. Remélem, hogy ez is tetszett nektek, hogyha igen, akkor iratkozzatok fel csatornára, Nyomjatok egy lájkot, kapcsoljátok be a kis csengőt, és találkozunk hamarosan egy következő videóban. Na csövi!